Megtalálták a Dél-Kínában lezuhant belföldi utasszállító egyik fekete dobozát szerdán. A másik adatrögzítő eszközt még keresik. A hétfőn lezuhant Boeing 737-800-as típusú utasszállító fedélzetén 132 ember volt. A doboz külseje súlyosan megrongálódott, de az adatrögzítő eszköz viszonylag érintetlen, mondja a kínai repülésbiztonsági hivatal képviselője. Ez valószínűleg a pilóta fülke hangrögzítője. Elküldtük Pekingbe az adatok kinyeréséért. A helyszínen azóta is folynak a mentési munkálatok, ám túlélőket nem találtak. A becsapódásról a kínai médiában közzétett felvételen az látszik, hogy a repülőgép csaknem függőleges szögben zuhant le.